Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál arról van szó, hogy eltitkol-e előled valamit, ha igen, akkor miről van szó? Itt bal oldalon látható a te jelenlegi helyzeted, veled szemben az övé. Erre utalnak itt a kártyák, és felül ez a három kártya mutatja az ő titkait. Tehát ebbe is bele fogunk pillantani. Ez a jóslás gyertya mágiával van, mivel itt kellene tisztázni valamit, vagy el kellene mondania azt, amit eddig eltitkolt előled, itt kell a fény, és ez az arany színű gyertya ezt jelenti, hiszen összefüggésben áll a nap energiájával, és a nap megvilágít valamit, tehát kiderül az igazság, itt tisztázódik valami, és pontosan ebben segít ez a gyertya mágia. A videó végén átküldöm az energiát, abban a pillanatban, amikor ez történik, figyelj oda arra, hogy melyik szó, vagy milyen kép jut eszedbe ebben a pillanatban, mert ez egy üzenet számodra. És most megnézzük a te kártyáidat. Itt ez a férfi áll a középpontban. Ha te egy férfi vagy, akkor utal rád. Ha te egy hölgy vagy, akkor utal a lelki társadra. Tehát ő áll itt a középpontban, fontos számodra. Mellette megjelennek a barátságok. Az lehet, hogy ő találkozik másokkal, és te felteszed a kérdést, kik ezek a barátok. Vagy talán van egy barátnő is ebben a társaságban, és lehet, hogy néha úgy érzed, hogy ő eltitkol előled valamit. Itt látható a mozgás, az lehet, hogy ő aktív, és nem csak feléd mozog, hanem találkozik a baráti körrel is, itt vannak meghívások, vannak események. Ez a mozgás jelentheti a te mozgásodat is, hogy te oda mész és megnézed, hogy mi van körülötte, vagy eltereled a figyelmedet ettől, és itt lesz egy más irányba mozgás nálad, ez lehet például sport, vagy egy kirándulás, vagy változások. Itt a föld eleme azt jelenti, hogy légy magabiztos, és tekints oda a reális dolgokra. Itt meg lesz a gyógyító erő, legyen meg a bizalmad. Ez a férfi majd közeledni fog feléd, itt is látható, hogy kinyitja ezt az ajtót, ezek a lehetőségek, és itt érezhető a tűz eleme. Megvan nála a bátorság, aktív lesz, valami lelkesíti őt, és keresi a testi kapcsolatot is veled. Itt is ez a kapu látható, ugyanúgy, mint itt, ezen a képen. Itt a háttérben ez a téli idő, ez lezárul, és lesz itt egy ugrás előre, itt változni fognak most tavasztól az események. De hagyd, hogy ő nyissa ki ezt a kaput, hogy ő közeledjen hozzád, és majd meglátod, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Itt lezárul valami, lesz egy új kezdet. És most megnézzük az ő kártyáit, mi van nála. Itt látható a vihar. Az lehet, hogy valaki támadja őt. Vagy ő úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Ahol szerencséje van, az az anyagi helyzet, ez lehet egy nyeremény is. Ezzel a kasszával ő le akarja zárni ezt a viharos időszakot, kell számára a nyugalom.
De mivel itt látható a baráti kör, és ő mesél, és mesél, itt a szerencséről van szó, olyan dolgokat mond, minthogyha ő olyan boldog lenne, hiszen van itt nagy nyeremény, tehát nem beszél a problémáiról. Nem csak veled nem beszél, hanem másokkal sem, és úgy tesz, mintha ő olyan boldog, kiegyensúlyozott lenne. Ez a kasza, ez lehet, hogy utal változásokra, a vállásra például, vagy egy munkahelyi változásra, hogy valami lezárul, lesz egy új kezdet. Minden esetre itt megjelenik a kereszt is, és az azt jelenti, hogy találkozni fogtok, hiszen a sors utatok kereszteződik. Amint ez a kereszt még jelent, ez az ő hite és a döntések, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, melyik irányba. Itt is látható, hogy ő lezár valamit, lesz egy ugrás előre, lesz egy új kezdet. Itt felül láthatóak az ő titkai. Ez a kép mutatja, hogy mennyire szomorú, valami megviselte őt. Itt ez a börtön azt jelenti, hogy ő fogva érzi magát egy bizonyos helyzetben, vagy vannak még félelmek, bizonytalanságok, és ebből a helyzetből szeretne kilépni. Itt ez a lovas hintó jelenti a mozgást, a változásokat, vagy egy utazást. Ez lehet egy utazás tervezése, ez lehet külföldi kapcsolat, ezek lehetnek változások, mint például egy költözködés. Ő fogja irányítani a dolgokat. Persze ez a kártya jelentheti egy autónak a vételét is. Tehát ez, ami őt foglalkoztat, de nem beszél erről, tehát ezekről a titkokról van szó. Fáradt, kimerül, fogva érzi magát, szeretne valamit változtatni, keres egy új irányt, irányítja a dolgokat is, mert szeretne kilépni ebből a helyzetből, de nem tudja még hogyan tovább. Itt a kereszt jelenti azt, hogy ezen kell most töprengenie, de nem beszél ezekről a témákról. És most átküldöm az arany gyertya energiáját, hogy tisztázódjon valami köztetek, és gondolj arra, hogy melyik szó jut ebben a pillanatban eszedbe. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!